Köszöntöm a Liceum Televízió nézőit. Vízilabda mérkőzésre jelentkezünk erről a hétvégéről. Régen közvetítettünk már mérkőzést innen a Bicskei úszodából, egészen pontosan kb. Egy hónapja, ugyanis talán akkor játszott hazai pályán utoljára az EKF Egerfurt Imola férfi OB1B-s együttese. Most azonban újra Egerből jelentkezhetünk, méghozzá a zöld csoport egyik rangadójával, az EKF Egerfurt Imola MAFT mérkőzéssel. Még mielőtt bármit is beszélnénk itt a mérkőzésről, úgy gondolom bemutatom önöknek a két együttest. Kezdjük a vendég kéksapkás MAFT gárdájával. 1-es a kapuban Cseh Balázs, 2-es Bártfai Zsolt, 3-as Lek Szabolcs, 4-es Ádám Tamás, 5-ös Kvitner Bence, 6-os Cserdi István, 7-es Katona Robert, 8-as Antal András, 9-es Ádám Zoltán, 10-es Gyarmati Viktor, 11-es Pintér Robert, 13-as Győri Bence, 14-es Sági Márton, és 12-es a sor végén Somlai Tamás, a csapat edzője Pázmányi Gábor. Nézzük a hazai együttest, az EKF Egerfurt Imola gárdáját, ők ugye szokásosan fehér sapkában ugorhatnak vízbe, sőt már ugye vízben is vannak, mint hazai csapat. 1-es a kapuban Mikuska Dániel, 2-es Keresztes Ferenc, 3-as Cseh Tibor, 4-es Kovács Jé Tamás, 5-ös Farkas Péter, 6-os Horváth Zoltán, 7-es Molnár Attila, 8-as Wolf Dávid, 9-es Jakab Damján, 10-es Kovács Gergő, 11-es Fábián Péter, 12-es Vicián Gábor, 13-as Takács János és 14-es cserekapust Markovics Milán. Az együttes edzője Tóth Péter már ott sétál a medence mellett. Közben hallhattuk az egyek csata kiáltását, ebben a pillanatban pedig a MAFT gárdája is túlesett ezen a ceremónián. Beszéljünk kicsit az eddigiekről, az OB1B zöld csoportjának 5. fordulójának mérkőzését bonyolítják le, rangadóját bonyolítják le itt az egri Bicskei Aladár úszodában. Mint azt említettem, a házigazdegriek az első helyről várhatják a rangadót, míg a MAFT együttes a 3. helyen tanyázik éppen itt a mérkőzés kezdése előtt. 4 fordulót eltelt eddig a bajnokságból, az egriek 4-ből 4 sikert könyvelhettek el. Sorrendben ugye először hazai pályán a Bánki Vízisport Egyesületet vertük 17-4-re, második fordulóban a Csabai Csirkefogókat is magabiztosan tudtuk két várra fektetni, 16-7 lett ott a találkozó végeredménye. Az Ibül elleni 3. fordulóbeli rangadó 11-8-as hazai sikert hozott, és az eddig egyetlen idegenbeli mérkőzésünkön, Cegléden 9-5-ös, szintén csak meggyőző győzelmet arattak Tóth Péter tanítványai, akik előzetesen a Cegléden is rangadóra utaztak. Az Ibül csapata az első fordulóban már is az egyetlen legnagyobb riválisának vélt Ibül együttese ellen harcoltak ki egy 7-7-es döntetlent. A második fordulóban 18-13-ra verték meg a Bánki VL csapatát. Harmadik fordulóban Cegléden, bár kulcsembereit nélkülözve, de kikaptak 8-5-re a MAFT fiataljai. Míg az előző fordulóban 19-4-re, tehát igen meggyőzően fölénnyel verték hazai pályán a Csabai Csirkefogók együttesét. Ez azonban már egy teljesen új mérkőzés itt az 5. fordulóban, és az első ráúszást követően már is az egriek támadhatnak. Kovács Tamásnál a labda, ki Kovács Gergőhöz játszott. A bejátszás azonban nem jó Takácsnak, kontrát fújnak a játékvezetők. Közben még egy kontrolit, úgy látom a félpánál, Cseh Tibor javára szólt az ítélet. Őt 3-asba játszhatjuk, azonban Takács János dobhatja hátra, mert Molnár Attilának a labdát. Molnár Attila egyből elvégzi a szabaddobás, Kovács Tamás labdója Molnár. Kovács. Kovács Gergő egészen pontosan. Ismét a bejátszás, Takás próbálja kiverekedni magát, csak sima szabaddobás, 5 méteren kívül nem lehet ellőni, így is van. Ha bement volna, sem ért volna a gól, ugyanis 5 méteren belül történt a szabálytalanság, ilyenkor onnan nem lehet közvetlenül eldobni a labdát. Itt egy erőszakos labdaszerzés, bravo Tomi, Kovácsé Tamás szerzett labdát harcosan, és le is fordulhatunk az ellenfélről, 3-2-ben tudunk megúszni. Molnár Attila úsz fel, Molnár Attila lő, gól! 1-0 a mérkőzés állása, kicsivel több mint egyetlen percet kellett arra várni, hogy az egriek gólt szerezzenek.
és a gólszerző Molnár Attila, így az állás 1-0 az egrieknek. De nézzük, mit kezd. Én úgy gondolom az első támadásából a MAFC már, bár ugye az előbb egy kontra faltot követően jöhettek volna a vendégek, ám ismét szólt a játékvezető sípja, tehát azt én nem minősítem komoly támadásnak, azonban most bizonyára ők is megmutathatják, hogy mit tudnak. 11 másodperc közben a hátralévő idő támadó támadásból. A bejátszás rossz. Cseh Tibor centerpostban sikerült szerelését láthattuk. Mikoska Dániel viszont tanástalanul áll hátul, nem tudta kinek adni, közben lejátszottál majd ő fele. Cseh Tibor játssza be Takácsnak, Takács szerzi meg, szépen forulja az ember, Takács és a hosszú oldala bombáz. Ezzel már is 2-0 a mérkőzés állása. Hát bekezdtünk. 2 perc telt el a mérkőzésből. 2-0 az állás. Tóth Péter edzővel a mérkőzés elején szokásos módon természetesen beszéltem, mit kell tudni a MAFC együtteséről, illetve hát, hogy a csapata milyen állapotban van. Erre még visszatérünk kicsivel később talán, hogy mi a helyzet a ZKF Egerfud Imola együttesénél. Beszéljünk kicsit most a MAFC-ról, miközben újabb fővárosi támadást láthatunk. Jó a blokk, én úgy láttam, hogy Farkas Péter, nem ő volt, Keresztes Ferenc kezéről szállt ki a labda, és a szabályok értelmében ilyenkor nem sarokdobás, hanem következik, hanem a kapus hozhatja játékba. A MAFC-ról szerettem volna beszélni. Tóth Péter edzővel diskurálva megállapítottuk, hogy hasonlóan a mi együttesünk az ellenfél részéről is elég fiatal, átlag életkorú együttesről beszélhetünk. És igazából 3 játékosra hívta fel Tóth Mester a figyelmet. A összeálltásnál soroltam az Ádám, 2 Ádám vezeték nevű játékost is, egészen pontosan 4-es sapkával játszó Ádám Tamást, illetve a 9-es Ádám Zoltánt. Egyértelműen rájuk hívta fel Tóth Péter a figyelmet, akikre figyelni kell majd a mérkőzésen, illetve a 10-es sapkában játszó Gyarmati Viktorra, akire éppen most volt a labda, most pedig éppen az előbb említett Ádám Tamásnál. Kevés az idő, 1 másodperc, le is telt a támadóidő, ismét egy jó védekezést láthatunk hazai részről. És már fordulhat le az Eger? Úgy látom, hogy komoly megúszás nem lehet, jól zárt most vissza a MAFC együttese. Kovácsé Tamás középen húzhat fel, és egy darabig Keresztes Ferenc volt egyedül, de nem sikerült odapasszolni a labdát, már Cseh Tibor, Kovács Gergő. Itt a jobb oldalon Kovács, Gergő Kovácsé Tamáshoz. Molnár lóba, kiteszi Cseh Tibornak, Cseh Tibor egyből lő, és itt a harmadik. Cseh Tibor góljával 3-0. És az első negyed feléhez érkezvén már is 3-0-ás előnyt sikerült kiharcolnia, kiverekednie az EKF Egerfud Imola együttesének. Hát mindenféleképpen biztató a kezdés, és Tóth Péter a mérkőzés elején kicsit, mintha feszülten válaszolgatott volna a kérdéseimre. Kis idegességet láttam a szemén, illetve az arcán. Mondta is, hogy a tavalyi szezonban oda-vissza sikerült megverni a MAFC gárdát, akkor is együtt egy csoportban voltunk az alapszakaszban. De hangsúlyozta, miközben a blokkról a kapufára vágódik a labda, most talán egy kicsit szerencsénk is volt itt, hogy a kapufa belső éléről nem a hálóba pattant, hanem vissza a mezőnybe. Minden esetre ismét támadhatunk, és még mindig nem kaptunk gólt. Tehát visszatérve Tóth Péter szavaihoz, mindenképp kijelentette, hogy nem szabad semmiképp sem lebecsülni az ellenfelet, és veszélyes gárdának tartja a MAFC-ot, miközben itt a mérkőzés első kiáltása Farkas Péterhez, ez szerintem 5 méteres, a játékvezetők sípja azonban néma marad, miközben itt könyvelem magamnak, Ádám Zoltán első kiállítása volt ez, és az egyrek első forja, ami rögtön ki is maradt. Húzhat a MAFC, az első gólját próbálja még mindig hajszolni a vendég együttes, és itt az első
MAFT 4, ha jól látom, akkor Cseh Tibort állították ki, így is van, Cseh Tibor hagyhatja el a medencét, de csak pontosabban a küzdőteret, ugyanis a piros vonal mögé, ami a büntető területet jelzi, büntető zónát, odaúszhatott ki, és mindjárt ki is egész életünk, egészen pontosan, én nagyon látom már ki is, így is van, miénk a labda, a MAFT tehát az első forját hasonlóan, ahogy mi nem tudta kihasználni. De már hozhatjuk újra mi támadásba a labdát. Keresztesnél itt a jobb oldalon. Úgy látom most Kovács Gergő van bent centerezni Takács helyett. Ő próbálna labdát szerezni. Igen, itt a szabálytalanság kiállítás nem ért. Egy 5 méteren belül volt, én úgy láttam. Egy gyenge ejtési kísérlet. Minden esetre a játékvezető sípja néma maradt, ami azt jelenti, hogy ha Kovács Gergő betalált volna, akkor ért volna a találat. Azonban előző kijelentésen feltételes módban marad, ugyanis Kovács Gergőt nem sikerült a kapuba juttatni a labdát. Marad a 3-0, Farkas Péter viszont gyönyörű labdaszerzését könyvelhetjük el újra, ami végén megint hozhatjuk támadásba. Kovács Gergő úszik itt fel, lendületesen próbálják a játékosok, az egriek üres területre úszni. Itt láthatjuk Cseh Tibor úszik be centerbe. Kicsit most mint a leálltunk volna, lelassult a támadás. Kovácsi Tamás úszik be középre. Szépen fordul be, csak szabad dobás, de ha jól látom, akkor ez is csak 5 méteren belül volt. Itt egy futball nyelven szóval kényszerítő Cseh Tiborral, azonban a visszapassz már nem volt pontos, egészen pontosan Kovácsi Tamást hátulról kicsit, mintha lebirkózták volna, de ez még belefért. Nem fújtak szabálytalanságot a játékvezetők. Támadhat a MAFT. Gyarmati. Nála a vendégek részéről. Ádám Zoltán, ugye akkor a vendég bal oldala erősi. Bravo Mikuska Dani! Az első védését láthatjuk a mérkőzésen, ugye az, előbb láthatott kapufa, ugye az nem az ő nevéhez fűzött, egy védő játékos blokkoló kezén. Itt egy kis figyelmetlenség volt, ott Péter mérgébe majdnem belerúgott a 2 méter jelző piros bójába. Most kicsit nem figyeltünk, először nekünk adták a játékvezetők a labdát, majd nem végeztük el, így visszakerült a vendégekhez a labda. Bravo, Mikuska Dani! Ismét ő hárított, egyes számmal a kezdőkapusunk. Mikuska Daninak egyébként komolyabb sérülése volt a előző szezon második felében, már nem is tudott játszani. Közben egy kiállítás, nem látom egyelőre, hogy ki. Most mutatják a játékvezetők, a 4-es Kovács Csé Tamás, a kiküldött játékos, nézzük a vendégek második forját. 6 az 5 ellen adogathatnak, tehát nézzük, hogy mi születik ebből az akcióból. Egy váratlan lövés, és ez már gól. Aki lőtte, az pedig Bártfai Zsolt. Így a mérkőzés állása 3-1, 7 perc 32 másodpercet kellett várni. Tehát az első vendég találatra. Reméljük, hogy a következő MAFT gólig is legalább ennyi idő el fog telni. De hát a legszebb az lenne, hogyha több gólt már nem lőnének a fővárosiak itt a mérkőzésen. Mindenesetre a találkozó állás jelen pillanatban 3-1, és amennyi támadóidő maradt, annyi a hátralévő idő az első 8 percből. Most már csak 15 másodperc, hát tudunk még valami gólt kihozni belőle. Farkas Péter, most elég messze a labda, Jakabnál a labda. Jakab, 8 másodperc, vészesen fogy az idő. Még szabad dobást tudunk kiharcolni. Kovács Gergő, ott egy szabad dobás, 3 másodperc, Gergő, ezt el kell lőni. Nem, bejátsza Takács, Takács, nincs szabad, de itt a vége. Én megmondom őszintén, hogy a szabálytalanság, mint a hamarabb történt volna, illetve a játékvezető sípja is hamarabb hallható lett volna, mint ahogy a Duda szó megszólalt. Minden esetre a szabad dobásra már nem maradt idő, így egy negyedmi játék után elkönyvelhetjük, hogy Eger MAFT 3-1. Nem sok pihenő van ugye ilyenkor a játékosoknak, 2 perc áll az első és a második, illetve a harmadik és negyedik negyed között, a fél időben pedig 5 perc. Tehát 8 perc játékot követően úgy gondolom, hogy Tóth Péter is elégedetten beszélhet most a játékosaival.
gondolom, hogy főleg most a vendégek oldalán Pázmány Gábor edzőnek van több mondani valója, ugyanis eddig az egriek rendkívül jó szellemben védekeznek, jól valósítják meg azt a, azokat a taktikai dolgokat, amiket Tóth Péter véletlenül a mérkőzés előtt, és hát közben, tehát folyamán is hangsúlyozott nekik, és már ugranak is vissza a medencébe a fiúk, már aki nem volt benne, és gyakorlatilag láthatjuk a következő labda ráúszást is. Nézem közben, hogy ki kell folytatódik itt a mérkőzés. Keresztes Ferenc továbbra is, a medencében Kovács Gergő, Takács, Wolf Dávid az, akit most látok, 8-asban a bal kapufa színe most merül alá. Mellette Kovácsé Tamás van a vízben, illetve Molnár Attila a kapusunk, Mikuska Dánielen kívül. Tehát Wolf Dávidot először láthatjuk a mai mérkőzés folyamán a medencében. A vendégeknél se nagyon volt, úgy látom, mozgolódás. Itt a kispad és a vízben lévő játékosok között. Hát nézzük, mit hoz a második negyed, jöhet az újabb ráúszás. És megkapták a ráúszás nyelvű sipszó jelét a játékosok. Így is van keresztes Ferenc ismét, el tudja hozni a labdát. Hogyha a ráúszásokat nézzük, akkor kettőből kettő, bár úgy gondolom vízilabdában ez a talán a legsemmitmondóbb statisztikák itt a labdaelhozások, de minden esetre ez is a, eddig az egriek fölényét jelzik. Itt egy Wolf Dávid féle bejátszás, Takácsnak sikerül elszabolni a védőtől, kontrát fújnak. Már jöhetnek előre a vendégek. Somlai Tamás, hosszasan, közben Gyarmati Viktornak sikerült ide középre passzolni, aki már úszik egyre közelebb Mikuska Dániel kapujához. Most adták vissza a játékvezetők az előző kontrafaltot, így is van, hozhatjuk ismét támadásba a labdát. Mikuska már Kovács Gergőz játszik, nincs megúszás, úgy látom, hogy megint jól rendeződik vissza a MAFC védelem. Kovács Gergő csalhatja azonban a távolságot a jobb oldalon. Továbbra is Kovács Gergőnél a labda. Nem nagyon látom most a szándékot Gergőről, hogy hogyan továbbra. Most kapja meg viszont Kovácsé Tamás. 8 másodperc közben a támadó időből újra bejátszás. Takács, ez nálam kiállítás, nem csak nálam, a játékvezetőknél is. Bártfai Zsolt, a kiáltott játékos, itt az egyik második forja. Nézzük, mi sül ki belőle. Molnár Attila. Kicsit járatjuk, úgy látom, Kovácsé Tamás. Kovács Gergő, keresztes lóba, még egy, és úgy is van, a jobb felsőbe sikerül bevágni a labdát, és keresztes Ferenc is feliratkozik a góllövő listára, amivel 4-1 a mérkőzés állása. Így is van, keresztes Ferenc ugye Lícom televízió nézői már ismerhetik személyesen is, ugyanis Ekár Sport című heti sportmagazin során az edző Tóth Péterrel már vendégei voltak ennek a felvételnek, és hát ott ugye elárultuk többek között. Ő is beszámolt arra, keresztes Ferenc is, hogy idén nyáron érkezett a Hevesi megyeszékhelyi klubhoz. Ez bizony kiáltás lesz, így is van. Sajnos Kovácsé Tamás volt a megengedettnél erőszakosabb, és Kovácsé Tamásnak oda kell figyelni, mert ez volt a második személy hibája, tehát többet már nem állíthatják ki, különben egyik kulcsemberét elveszítheti a főiskolai csapat. Na de nézzük a MAFC-án támadását, hát ez csúnyán elszállt a hosszú mellett, szerencsénkre így 3-1 a vendégek for kihasználtsága. De hát ha már itt keresztes Ferenchez került a labda, akkor folytatom az előző gondolatmenetemet. Tehát ő nyáron érkezett Egerbe az Újpest együttesétől, és hát egyelőre remekül sikerült a beilleszkedés, ő is jól érzi magát a városban. Főiskola, ezt elhelyezik el, hogy főiskola tanulója, és hát játékban is mindenképpen hasznára vált eddig az egri csapatnak. Molnár Attila közben 4 másodperccel kell lőni, Attila kicsit fölé szállt. Vendégek hálóra Cseh Balázs érezte, hogy ez
nem lesz pontos lövés, az utolsó pillanatban vissza is húzta a kezét, kár érte, pedig ha hozzáért volna, akkor hozhattuk volna sarokból. Bocsánat, a labdát. Csomlai közben már a Mavcnál újra a labda. Cserdi, majd Csomlai ismét. Csomlai próbálja lopni a távolságot, lehet, hogy lövés ez ből? Nem, bejátszás, Gyarmati, kiállítás. Nem, csak szabad dobás. Most játsszák ki 5 méteren kívül, a 9 másodperc maradt, de szerencsére nem volt jelentősége. Vikuska próbálta volna már játékba hozni a társakat, de megint a megúszásnál egy szabálytalanságot láttak a játékvezetők. Horváth Csaba egészen pontosan. Az ő nevükkel adós maradtam, elfelejtettem elmondani a mérkőzés elején. Tehát aki velünk szemben van a játékvezető, ő Horváth Csaba, és akit nem látunk, aki itt a riporter állás alatt van, 5 méteres, sajnos, ő pedig Tordai Gábor, de úgy gondolom, hogy ez az esemény most fontosabb, ugyanis megvan a vendégek első 5 méterese, a 10-es Kovács Gergő ellen az ítélet. Nézzük, Ádám Tamásnak sikerül-e túljárni Mikuska Daninak az eszén. Igen. Ezúttal igen. És ezzel ismét két gólos a differencia. 4-2. Jakab Damján közben újra a medencében, ha jól látom. És cserélünk. Wolf Dávid hagyja el most a medencét. Keresztes. Molnár Attilához. Most eléggé kitolták itt az egyidek játékosait, de többiek már bent vannak. Jó lenne a bejátszás. Így is van kiállítás. Horváth Csaba állít ki. A hatos Cserdi István első hibája ez, és a harmadik Egri for. Na nézzük, Jakab. Keresztes ismét Jakab. Jakab hozzá teljesen majd, hogy nem a vonalig. Keresztesnek vissza. Keresztes. Molnár, egy lóba, és ott az újabb gól. Bravo! Bravo, Molnár! Attila, második gólja ez, és ezzel ő a mérkőzés legeredményesebb játékosa. Hát így van, úgy tűnik, hogy nem hagyjuk reménykedni a MAFC-os játékosokat. Amint feljöttek két gólra, egyből ismét három gólos a differencia. És hát... reméljük, hogy a folytatás is hasonlóra sikeredik. Közben Bártfai Námára labda, majd Győri Bencénél. Gyarmati. Jakab Damjánnak csak szabálytalanság ellen sikerült labdát szereznie, tehát ezt észrevették a játékvezetők. Bártfai ismét. Közben 9 másodperc a támadó időből. Győri. Győri nem tud mit csinálni vele. 3 másodperc, valószínűleg lőnie kell, vagy elrakni a csemleges területre, így is van, az utóbbi verzió valósult meg, letelt a támadóidő, Mikuska Dániel úszott már a labdára, és játszhatja a többieket meg. Így is van, Cseh Tibor ismét a pályán, Kovács Gergőnek egy hosszú indítással. Kovács Gergő játsza be Takácsnak, Takács nagyon erőszakos, nem tudják fogni, és egy óriási center gólt láthatunk Takács Jánostól, aki szintén két gólos, ezzel egyenlített Molnár Attila társaságában ő is két gólos, tehát, és először 4 gólos az Egri differencia, 6-2 a mérkőzés állása. Közben új játékos is a medencében, Fábián Péter mutatkozik be hazai részről. Jó, jó eddig, jól alakul a mérkőzését, és megmondom őszintén, hogy most már tényleg úgy vagyok vele, hogy kicsit azt mondom, nem is értettem, de most már utólag nem is értem, hogy Tóth Péter miért volt ilyen, hogy mondjam, feszült a mérkőzés. Én persze hát egy játékvezető, bocsánat, egy edzőnek a lélektana, az mindig más, mint egy kívülállói. Közben Cseh Tibort állították a játékvezetők, akinek
ez a második hibája hasonlóan Kovácsi Tamáshoz, tehát oda kell figyelni Csetibinek és Kovácsi Tominak is, többet nem szabálytalankodhatnak olyan súlyosat, hogy kiáltás legyen a vége, de közben újra a vendégek a harmadik kapufa. Hú, ezt most megúsztuk. Hozhatjuk fel a labdát, de mondom, még egyszer jól alakul eddig a mérkőzés. Egyelőre nincs ok idegességre hazai részről. Wolf Dávid felé a bejátszás szabály, tehát 5 méteren kívül van, talán el is lehet dőni. Dőni. Ej, Dávid, így is van. Cseh Balázs tornázta ki a kapuból, ez egy nagyon sunyi lövés volt, sokat kacsázott ott a vizen, laposan lőtt el ezt. Wolf Dávid, de hozhatjuk ismét játékba a sarokból. Farkas Péter dobta, de már ismét Wolf Dávid nem tudja erőszakosan megakadályozni. Wolf Dávid talán kicsit most szabad a labda, meg lehetne kaparintani. Nem sikerül. De már Bárfai Zsolt játszhatja ismét a labdát. Horváth Zoltán. Adja ott ő is először a pályán, ha jól látom. Bártfai Zsolt. Gyarmati. Gyarmati veszélyesen lőtte el, Mikuska azonban jó helyen volt, és maga biztosan hárította ezt a próbálkozást is, és már egyből játsza is előre itt a jobb oldalon Farkas Péternek. Na gyerünk, Peti! Meg lehet kicsit úszni. Így is van, nem is figyelnek a játékos, a Kovács Gergő teljesen üresen középen, Kovács Gergő még egy lóba, és itt is az újabb gól. Kovács Gergő első gólja a mérkőzésen. 7-2 az állás. Öt gólos tehát az előny. 1 perc, 3 másodperc maradt az első, bocsánat, a második negyedből, illetve az első félidőből. Jól pörögnek egyelőre megint csak a srácok, és hát egyelőre mondhatjuk, hogy megszorítani se tudja a MOFC az EKL Feger Fudimola együttesét. Kíváncsian várom, hogy mi lesz a mérkőzés további részének a sorsa. Sikerül-e talán a MOFC-nak váltani, vagy az Eger még ennél is jobban el tud húzni. Wolf Dávidot szórják ki közben a játékvezetők, és itt a MOFC 5. forja. Bártfai Ádám Zoltánhoz, majd Somlai, Bártfai, és még Somlai, bocsánat, Győri Bence volt az, akinek most is van a labda, Győri, Ádám Zoltán, Bártfai, itt át a bal oldalra, Győri, még egy lóba, Ádám, és ez már bemegy. De nem emberelőnyből, ugyanis már kiegészültünk, tehát én magamnak csak így húzom be. 5-1, tehát a vendége for kihasználtsága, és a gól Ádám Zoltán nevéhez fűződik. 7-3, tehát a mérkőzés válása 20 másodperc maradt az első félidőből. Lesz-e újabb gól, lesz-e itt csattanó a félidő végén? 15 másodperc maradt, Wolf Dávid nézett most egy pillanatra az időre. Tartjuk a labdát keresztását, nagyon fogy az idő, fiúk, valamit ki kell találni, itt egy lövést esetleg, vagy valami bejátszás. Wolf Dávid, itt egy újabb szabálytalanság, kicsit mert tovább pergett volna az idő. Takács felé a bejátszás, szabályos a szerelés. Így az első félidőben már nem esik több gól. Hamarosan folytatjuk harmadik negyeddel, addig is azonban búcsúzok azzal, hogy EKL Feger Fud Imola, MAFC 7-3. Itt is vagyunk, kedves nézőink, a második félidővel megtörtént itt a térfélcsere, és folytathatjuk itt a harmadik negyeddel a mérkőzést. 7-3 tehát az állás itt az EKL Feger Fud Imola együttese javára,
És hát eddig minden szép és jól alakul, itt az egri srácok, illetve hát a szimpatizánsok legnagyobb örömére. Hozhatjuk ismét el a labdát, keresztes Ferenc révén így is van, harmadjára sikerült Ferinek elhozni a ráúszásán a labdát, Farkas Péternél már közben a labda. Na nézzük fiúk, sikerül a második félidőben is ugyanilyen jó gólra törő, jól védekező játékot hozni. Hát reméljük, hogy nem is mondok más alternatívát, ugyanis nem is szeretnénk mást elképzelni. Kovács Gergő játssza be Takácsnak. Takács szépen fogja meg a nálam, ez 5 méteres. A játékvezetőnél csak kiállítás. A 13-as Győri Bence első kiállítása ez, és az egyrek negyedik forja. Keresztes Ferenc már. Kovácsé Tamás. Kovács Gergő. Molnár. Keresztes. Keresztes megnézi. Farkas Péternek próbálta bejátszani. Mintha lett volna némi szabálytalanság. A játékvezetők ezt nem látták, és megint kihagytunk egy előnyt 4-2, így a kihasználtságunk ebben a mutatóban. De jöhetnek a vendégek, megúszni nem tudnak, ugyanis a kiáltott Győri Bence még csak most érj utol a társakat, miközben az egri védelem gyakorlatilag elrendeződött, és mindenki a helyén áll. Bejátszás Győri. Győri lóba. Ádám Tamásnak rossz a bejátszás, így is van. Molnár Attila halászta el a labdát, és Mikuska Dániel indíthatja már újra a társakat. Így is van Kovács Gergő a jobb szélen, bár őt kicsit most, mintha feltartották volna. Molnár, majd keresztes. Ismét Molnár. Jó a bejátszás, Takács, eltűnik a víz alatt, csak szabad dobás. 4 másodperc viszont a hátralévő idő, nem tudom mi lehet még ebből. 2 másodperc, egy nagy lövés, keresztes, és elhagyja a hullámon megpattanó labda. Végülis elhagyta a játékteret, és hozhatják a vendégek 7-3 továbbra, és a harmadik negyedben nem esett még találat. 2 perce megy ez a felvonás. És Ádám Tamás végezheti a szabaddobás, de már Ádám Zoltán a testvérén a labda, aki vissza az Ádám Fivérek támadása, és az Ádám Fivérek gólja is, egészen pontosan Tamásé. Aki ezzel 7-4-re módosítja a mérkőzés állását. Meg is említhetjük, hogy ezennel, hogy Tóth Péter edző, amit a mérkőzés elején sugalt már, mint hogy itt az Ádám Fivérekre kell odafigyelni. Hát jelentem, a 4 MAVC találatból 3-at ők szereztek. Tamás 2-t, Ádám pedig, bocsánat, Zoltán pedig 1-et. És 3 gólra zárkózik a vendég MAVC gárdája. Na de figyeljük, jól lenne, hogyha mi is megszereznék a fél időben első gólunkat. Mindjárt ebből a támadásból. Kovács Gergő a legmesszebb egyőre a kaputól, ráadásul a labda is nála volt, most már Molnár Attilái. Takács most elfoglalt egy jó pozíciót, szépen ki is tudta magának verekedni a lövőhelyzet, azonban fölé ment. Kontrafalt, visszakaptuk. Takács János nem engedte a vendégek játékosa visszaúszni, így a szabálytalanságot kiszúrva a játékvezetők visszaadták a labdát, és már hozhatjuk mi megint 24 másodperc a hátralévő idő a támadásból. Kovácsé Tamás. Kevesebb most a mozgás, nem is nagyon tudja adni kinek Kovácsé Tamás. Takácsnak a bejátszás nem látta a labdát, kár érte. Molnár Attila viszont odaúszik, és harciasan, már majdnem pedig mondtam, hogy visszaszerezte. Azonban fölényben voltak a MAVC játékosai is, 2-1 elleni harcot végül is a kéksapkások nyerték, így náluk maradhat a labda, és hozhatják előre támadásba a labdát. Somlai Tamás itt a jobb oldalon, Farkas Péter csak most vált ki rá, és ott középen teljesen üresen volt egy pillanatra András. A gól nem érvényes, szerencsére már előtte szólt a játékvezetők síp szava. Hozhatjuk ismét támadásra mi a labdát? Molnár Attila és Kovács Gergő a labda útja. Nem tudunk megúszni most talán, mint hogyha a fél időben rendezte volna sorait a MAVC, és szorosabban, keményebben védekeznének. Komolyabb lövőhelyzetig nem is nagyon jutottunk, eddig Takács János révén sikerült 2 próbálkozást
abszolválni itt a második félidőben, de most Kovácsi Tamás próbálkozhat messziről itt a bejátszás, úgy látom kiáltás, így is van keresztes harcosságának köszönhetően. A 11-es Pintér Róbert az, akit kiküldenek 20 másodperc, az egyre 5. forját láthatjuk. Kovácsi Tomi lóbál, Molnár Attila, Farkas Péter, Molnár, Kovács, ismét Kovács 3 másodperc az előnyből, Kovács Gergő nézi meg vissza Kovácsének, itt van Molnár Attila, szépen elhalázták a vendégek, így megint csak nem sikerült kihasználni az előnyt, és sajnos Cserd István elég gyorsnak tűnik, legalábbis Kovács Gergő számára meg tudott úszni, el tudott menni, és be is tudta lőni, így Cserdi István góljával 7-5 a mérkőzés állása, 2 gólra zárkoznak a vendégek. Hát nem így terveztük a folytatást, biztos vagyok benne. Semmilyen fent a riporterállásban, sem pedig Tóth Péter edző ott a partvonalon túl. És reméljük, hogy sikerül felrázni itt a fiúkat, nehogy aztán itt teljesen vérszemet kapjon a MAFC, mert akkor nem lenne itt könnyű dolgunk itt a hátralévő időre. Hát megint lehet látni, hogy mennyire kint védekeznek a vendégek játékosa. Csetibort és Molnár Attilát teljesen kint tartják. Csetibornak most sikerül elszakadni a védőt, és úszik be középre. Farkas, Péter, bocsánat, keresztes Ferenc. Most van Jakabnál labda, Jakabot biztatják lövésre, a blokkoló kézen azonban irányt változtat a labda, és így hagyja el a játékteret, az jöhetnek a MAFC játékosai, és ha gólt lőnek, akkor már csak egy gól lenne a különbség. Fiúk, nem szabad most felzárkozni, hagyni a vendégeket. Ai, Kovács Gergő nem ment az emberével, és ez megbosszulhatja magát. Szerencsére azonban rossz volt a passz, itt viszont egy kiállítás. Hát egy érdekes ítélet. És ha jól látom, sárga lap, nem, piros lap. Ajajajajajaj. Horváth Csaba nem sokat várt itt sárgalap előtt, de még sárgalapot se adott, hanem egyből másik cédulához nyúlt, így igazából, és hát és az előző események következtében még emberelőnyben támadhat ráadásul itt a vendégegyüttes. Fiúk, ezt ki kell védekezni mindenféleképpen. Itt a passz, 12-es játékos, Somlai Tamás azonban szerencsénkre itt ellövi a kapu mellett. És szerencsére nem sikerült újabb gólt szerezni a vendégeknek. Hátra ez most egy kis lelki pluszt ad a fiúknak. Közben újabb kiáltás és időkérés. Így is van. Ádám Zoltánnak a második hibája ez. És Tóth Péter, ha mondhatok ilyet innen fentől, talán a legjobb pillanatban kiért időt, ugyanis vészesen közeledik, vészesen jön a MAFC, és egy ilyen emberelőnyös szituáció, amikor 7-5-re vezetünk, ilyenkor létkérdés lehet, hogy kihasználjuk-e az előnyt, ahogy sem. Minden valószínűség szerint valami begyakorolt figura következhet most, de hát ilyenkor egy perc áll a játékvezető rendelkezésére, és már bocsánat, természetesen az edző rendelkezésére, hogy más dolgokat is megosztani a játékosaival. Gyanítom, hogy ez esetben is így történt a dolog. Reméljük, hogy hatni tudott a fiúkra Tóth Péter, mert ez a második fél egyelőre nagyon-nagyon nem úgy alakul, ahogy ezt elterveztük. És hát 0-2, eddig a negyed. Na nézzük, Horváth Csaba most passzolja be középre a labdát Mikuska Dánielnek, aki már el is végezte a szabaddobást. Kovácsé, Kovács Gergő, keresztes. Kovácsé. Kovács. Na mi lesz ebből? Keresztes. Utána, mint a lenne egy kis hely, még egy kiállítás. Igen, a hármas játékos, tehát Lek Szabolcs is a kiáltás sorsára jutott. Na nézzük, Kovács Gergő kettős for, most az egyik már visszajön, hát, és a blokkorról megy ki.
Jaj, de nagy kár érte. Kettős ember előnyt nem tudtunk kihasználni. És mondani sem kell, hogy ez bizony nagyon-nagyon megbosszulhatja magát. Azért vízilabdában ritka az, amikor egy kettős ember előnyt nem tud egy csapat kihasználni. Most ezt láthattuk. Kettővel többen voltunk. És hiába egészültek ki már egy játékossal, a vendégek, ők még nem ért vissza a védekező társakhoz, tehát gyakorlatilag az a két kettős ember for ez még érvényben volt, amikor előtte keresztes a labdát, de egy blokkoló kézen sajnos kiment, egy váratlan lövés. Uj, Bárfai Zsolt nevéhez fűződik. Fiúk, oda kell figyelni nagyon, mert a MAFC bizony felébredt. Molnár. Kovácsé. Kovács Gergő van bent center, ezt úgy látom Kovácsénak, ott van a lövőhelyzet, Kovács T! De kár érte! Tehát az utolsó pillanatban kicsit lecsúszott volna a labda a kezéről, ezért vágottatott ki a pályáról. És hát a bal kapufa mellett, de sajnos nem befelé, hanem kifelé hagyta a játékteret. A labda, hát ez egy, én nem is értem, hogy Bárfai Zsolt ezt hogy képzelte. Legalábbis, mintha úgy látta volna, hogy Mikuska Dániel nincs a kapuban, de hát Dani ott volt, és könnyűszerrel hárított ezt az ejtési, vagy nem is tudom, lövési kísérletet. Minden esetre Jakab Damiannál már a labda, és ő csalhatja a távolságot egyre inkább. Jakab, jó a bejátszás, Kovács megszerzi, nem sikerül, nincs is szabálytalanság, jó a védekezés. Továbbra sincs, először a második félidei MAFC védekezésre az egrieknek. Amikor is 40 másodperc maradt a harmadik negyedből, támadhatnak a vendégek, és egy gólra jöhetnek fel ismét. Ezt ki kell védekezni, fiúk. Nem szabad, hogy az utolsó negyedet úgy kezdjük el, hogy csupán egy gólosra olvat, azaz nem is olyan régen még 4 gólos előny. Na de nézzük, Antal Andrásnál a labda 6 másodperc közben a negyedből, bocsánat, támadásból, és kiállítás. Jaj, de nagy kár ért a Molnár, Attillát küldik ki a játékvezetők. Ez a 7. MAFC-os kiáltás, eddig egyet sikerült belőniük ebből. Somlai, Bártfai, ismét Somlai, 8 másodperc, jaj, de jó, neki esik a kezdből, és Mikuska Dalinak sikerült védeni, és az ismétlés is kapufa. Hú, hát most fejlegeztetünk, nagy szerencsénk volt. De így is 0-2 ez a negyed, és ez figyelmeztető. 7-5 az állás. Hát mégiscsak lesznek itt izgalmak az utolsó negyed. És hát elnézést kérek itt mind a kedves nézőktől, mind pedig Tóth Péter edző úrtól, hogy már a második negyed vége felé olyan kijelentéseket mertem hangsúlyozni, hogy nem értettem itt az aggodalom jeleit Tóth Péter edzőn. Hát úgy tűnik, hogy ő pontosan ezekre a dolgokra utalt, és hát igazából az arcán és a szemén ezeket a dolgokat lehetett látni, hogy itt bizony akármi is történik, nem lehet leírni ezt az együttest, és ahogy fogalmazott, talán ez a legfrappánsabb és a leghelyén való kifejezés, hogy veszélyes ellenfél a MAFC. Tehát nem árt rájuk odafigyelni. 7-5, tehát egy perc múlva folytatódik a mérkőzés az utolsó negyeddel. És hát mit szeretnék látni itt a fiúktól? Egyszerű lenne erre a válasz, olyan játékot, amit az első két negyedben nyújtottak. De hát nyilván ez nem kívánság műsor. Legszívesebben ők is ugyanazt a játékot folytatnák, de hát a MAFC lényegesebben jobban védekezik, mint a tették azt az első félidő során, és hát mint a kevesebb lövésre is kísérleteznénk itt a második félidőben, eddig eltelt 8 percben. Hát reméljük, hogy tényleg reméljük, csak ennyit tudok mondani, hogy a fiúk az utolsó 8 percre kitalálnak valamit, és tudnak váltani, ami végül is a győzelem irányában lendíti majd ki őket itt a hullámvölgyből. Mindenesetre, ameddig áll a játék, azt mindenképp elmondanám, hogy a következő fordulóban már megkezdődik itt az alapszakasz második köre, ugyanis a zöld csoportban, ugyanúgy, hogy a piros és a fehér csoportban is 6-6 együttes szerepel, és hát ugye ez az OB1B zöld csoportjának 5. fordulója, tehát a MAFC az egyetlen ellenfél, akivel ez idáig még nem játszottunk a 2010-2011-es bajnokság alapszakaszában. Közben a negyedik ráúszás is elkezdődött. Hát úgy látom, ez is sima, így is van, keresztes Ferenc 4-ből 4. Már csak
a jegyzőkönyvben, statisztikában a neve mellett is ilyen az adat szerepel, hogy 4-ből 4 már, mint ami mondjuk a lövési kísérlet és az eredményességet jelzi. Keresztes Feri azonban eddig egy gólig jutott, és hát jó lenne, hogyha ő is tudna még gólt, esetleg gólokat szerezni. Kovács Gergő Takácsnak játsza be. Takács nem sikerül még szabálytalanságot se kiharcolni. Jöhet a Mafc. Cseh Balázsnál a labda. Nem nagyon jelentkeznek a társak most labdáért, de mintha kis megúszás lenne. Takács János nehezen ér vissza Gyarmati Viktorral, de már szerencsére sikerült visszaérnünk, miközben már egyedül 10 másodperc maradt, 9 másodperc most már csak a támadó időből, közben egy kontrafalt, Mikuska Dániel végezhet el a szabad dobást, és mehetünk előre. Fiúk, egy gól, én úgy érzem, hogy egyetlen egy gól most vízválasztó lenne. Ha sikerülne ismét 3-mal vezetni, talán már a Mavs sem bízna annyira itt a pontszerzés lehetőségében. De kéne egy gól, Kovácsi Tamás lóbál nagyokat, itt nem engedik el a kezét Molnár Attilának, és kiállítás is van belőle. Így is van. Ádám Zoltán harmadik kiállítása, tehát ő kipontozódott, ugye az egyik kulcsembere a Mavsnak, tehát mindenképpen örülhetünk. Fiúk, éppen ezért kéne ezt most belőni nagyon. Kovácsi Tamás, Kovács Gergő, gyerünk, nagyon be kell lőni. Kovácsi, ismét lóba, Kovács Gergő, ő lövi el, nem, keresztes, lőd be Feri. A blokk megint, de Kovács, ez állam 5 méteres, nem, de így is van. Bravo Takács Jani, így is van, 5 méteres, és itt egy sárgalap, hát igen. Ami az egyik oldalon piros, a másikon csak sárga, csak finoman jegyzem meg. Minden esetre Ádám Tamás buta szabálytalansága, hát nem is biztos, hogy buta, mert ha nem szabálytalankodik, akkor Takács János az üres kapuba továbbította volna 2 méterről labdát. Na gyerünk Kovács Gergő, én innen titokban azt mondom, hogy talán meccslabda. Gyerünk Gergő, így is van, gól! Bravo Gergő! A második gólja és 8-5 a mérkőzés állása. Hú, hát ez nagyon kellett. Ez nagyon kellett, utoljára a második negyed vége felé voltunk eredményesek. Tehát kijelentett, hogy több mint 10 perce nem lőttünk gólt. Több mint 10 perce, ez az átok most szerencsére megtört, és 8-5, ismét 3 gólos az előny, és hát mint az előbb említettem, Ádám Zoltán kipontozódásával egyik kulcsjátékosát vesztette itt a hajrára a Mavc. Hát maradt még azért belőle, bőven a Mavcnak ugye, ha csak a testvér Tamásról beszélünk, vagy a pont most a labdával álló Gyarmati, miközben újabb kiállítás Kovácsi Tamásnak is a harmadik, és sajnos ez neki a kipontozódást jelentette, tehát itt a kulcsjátékosok elvesztésében mondhatni 1-1-re állunk. Kovácsi Tomi már nem léphet, tehát nem játszhat újra a mai mérkőzésen. De kár, balszörrel szép gól volt, azért azt meg kell említeni, Győri Bence talált be, és a vendégek 8. emberelőnyös kísérletéből megszületett a második találat is. Na de nem baj, srácok. 8-6, úgy tűnik azonban az előző gól után sem roppant meg a Vavc, és folyamatosan szívják magukat. Nem lesz ez továbbra sem könnyű mérkőzés, cseppet sem. Akkor is 5 perc, 43 másodperc a mérkőzésben hátra lévő idő. Kovács Gergő, keresztes, nézzük a bejátszás, a labda, igen, sajnos a víz alá került a labda. Takács Jánosnak nem sikerült a víz fölött tartani a... Ajáj, jöhetnek a vendégek, nincs még vége ennek a mérkőzésnek, de hogy van? Bártfai távol a kaputól Egyőrőre, nem is tudja kinek adni, maga saját maga indul el. Már a középpályát is átlépte közben, 13 másodperc a támadó idő. Győri, az előző gólszerző, hogy Győri, Gyarmati, ő még nem lőtt gólt, jaj de jó, Mikuska Dani. Kifejelte a kapuból a labdát, újraindul a támadó idő, de marad a labda a Mavcnál. Szép védés volt, szép, ez ilyen reflex mozdulatnak is lehet elkönyvelni. Jó, kontra, miénk a labda, újra jöhet támadni, gyerünk fiúk! Hát sajnos nem tudunk megúszni, mert a Mavc védők megint nagyon jól zárnak vissza. Talán, mintha Molnár Attila most meglépne a védőjétől. Igen, Kovács Gergő észre is veszi, Molnár nem elég pontos az indítás, Dekár érte. Kovács Gergő nem tudta, pedig Molnár Attilának megvolt legalább egy tempós előnye itt a
az emberétől, és hogyha teljesen pontos labdát kapott volna, akkor egészen biztosan tudott volna lőni. Na de hát ez sem lett gól, 4 perc 30 másodperc a mérkőzésben hát a lévő idő, jöhet a MAFC. Ismét csak egyre zárkózhatnak, utoljára 1-0-nál volt egy gólos a differencia, de hát egyelőre még erre mindig várni kell, hogy kettő alá tudjon jönni a MAFC, nem is jönnek. A pattanó lövést, ugyanis pattintott lövést fölé vágódik, és már Kovács Gergő húzhat fel itt a jobb oldalon, kicsit lassacskán. De Cseh Tibor kapja már itt középen. Na gyerünk Tibi, lesz ebből egy nagy lövés? 9 másodperc, 8, valamit csinálni kell. Tibi, állj bele, lőd el! Így is van! Bravo Tibi! Gól! 9-6! Csak szólni kellett Cseh Tiborra, lehet, hogy meghallotta itt a rimánkodásomat. Minden esetre Cseh Tibor végre elvállalta, és hát ez egy talán a mérkőzésig legnagyobb gólja volt. Ilyen messziről még nem is látunk szerintem a gólt ezen a találkozón. És a vendégkapus a Cseh Balázs sem tudott vele mit kezdeni. Minden esetre Cseh Tibi góljával 9-6, ismét visszaállt a 3 gól. Fiúk, most már ne jöjjön már fel ez a MAFC. Védekezzük ki ezt is, és én úgy gondolom, akkor nem lehet baj ezen a mérkőzésen. De hát ez a MAFC ezen a összecsapáson is bizonyította már nem egyszer, hogy nem adják fel, tehát mikor mínusz 4 volt közt, akkor is fel tudtak jönni kettőre, nem is egyszer, többször. Közben megint kiállítás, kit küldene ki? Takács? Igen, Takács János a kiáltott. Neki az első kiállítása, a vendégek 9. fórját láthatjuk. Na lássuk! Mi lesz ebből? Wittner! Wittner csalja a távolságot, Bártfai, nem mi lesz ebből? Gyarmati, ismét, majd Ádám Tamás, lő! Kapufa! Arról pedig kifelé pattam, bravo! Köszönjük szépen, 9-2 az emberelőny a vendégek oldalán, és hát ez a rossz kihasználtság meg is bosszulja magát, úgy tűnik, ugyanis erre a 3 gólról nem tudnak most közelebb férkőzni a vendégek. 9-6, 3 perc, 10 másodperc a mérkőzésből hát a lévő idő. Ha csak valami tragikus dolog nem történik, akkor úgy gondolom, hogy ezt már csak mi tudjuk elveszíteni. Kovács Gergő. Beleszabálytalankodnak. Szerintem most az a taktika egyértelmű, hogy mind próbáljuk meg folyamatosan végigjátszani, mert ez talán 5 méteren kívül van, nem jelez a játékvezető. Igen. Hiába csavar szépen Takács János a kapuba, még a lövés előtt jelezett a játékvezető Tordai Gábor, hogy 5 méteren belül van, tehát nem lőheti el Takács előtte, így nem ér a gól. Közben itt óriási csata a jobb oldalon, hogy fel tudják-e hozni. Molnár Attila szabálytalankodik, és a kiállítás. Igen, ez az volt, valljuk meg. Molnár Attilának is második személyhibája. Hát ha ezt még talán belövi a MAFC, akkor esetleg lehet esélye, de ezt mindenféleképpen be kell lőnie. Nekünk pedig ki kell védekezni! Nem így. Cserd István, neki is a második gólja itt a mérkőzésem. (Kilenc-hét) 2 perc 28 másodperc, és nem adja fel a MAFC-t. Elképesztő tartás van ebben a csapatban. Nem tudja őket leszakítani, és nem is adják fel. Tehát volt kell lőni, fiúk, mindenképpen. Egyedül azzal tudjuk apránként, de kiverni itt a lelket a vendégekből. Nincs kiáltás, csak szabad dobás. 10 másodperc a támadó idő. Kovács Gergő elég messze a kaputól. Mi lesz ebből? Bejátszás? Igen, Takács felé. Nem jó a bejátszás, és a vendég a kapusa Cseh Balázs látta is ezt. El is indult időben, és ennek köszönhetően el is tudta hozni a labdát. 2 percen belül vagyunk a mérkőzésen. 2 góla előnyünk. Ezt ki kell védekezni, fiúk. Ezt ki kell védekezni. Fölösleges itt szerintem ezt külön ecsetelni. Mert ez teljesen egyértelmű. Most, hogy nem szabad gól kapni. Kvittner vissza Ádám Tamásnak, aki felé rossz a paszt. Péter kiabál közben. Kifelé kéne Farkas Péter. Jó védekezés! Bravo! És Wolf Dávid hozza el már. Mikuska Dánielnél a labda. Másfél perc van a végéig. Én úgy gondolom, hogyha végig támadjuk a támadó időnket, akkor már igazából nem lehet komoly probléma, pláne, hogyha esetleg tudnánk egy gólt lőni.
Ugye ezen a legszebb, mert akkor nem kellene itt azzal sem sakkozni, hogy végigjátszuk a támadó időnket. Na de nézzük, Kovács Gergő, Wolf Dávid szabadulna ezen a védőjétől, de a szabad dobást megkapja. Takács felé a labda, az nekem, nálam kiállítás a játékvezetőknél, nem? De, így is van, kiállítás, időkérés, nem, de... Igen, idő... Láttam én is, hogy bár hiába lőtt a kapuba, kapusba Takács János, már előtte jeleztett Tóth Péter edző a időkérés tényét, így visszakapjuk a labdát, és 20 másodpercről jöhet majd a támadó időnk. Már pontosabban 30-tól 20 másodperc lesz az ember előnyben eltöltött idő. 1 perc, 10 másodperc. Hát elég, ha végigjátsszuk, és nem lövünk gólt igazából, de valószínű Tóth Péter edző nem ezt fogja mondani a fiainak. Be kell lőni, és akkor nem kell számolgatni, vége van a mérkőzésnek. Nem lett egyszerű meccs. Egyáltalán nem. Tóth Péternek tehát igaza volt az elején, és itt azért tényleg 1 perc, 10 másodperc van hátra. Nem sok, kettővel vezetünk. Azért valljuk be őszintén, hogy akármennyire derekasan is küzd itt a MAFC, ahhoz, hogy itt egyáltalán egyenlíteni tudjanak, bravúr kellene. Pláne így, hogy ember hátrányban védekezhetnek most ebben az időszakban. Na de nézzük, Egri részről sikerül eldönteni és 3 ponttal lezárni ezt a mérkőzést. Kovács Gergő Jakab Damjához. Jakab. Keresztes most átjött a jobb oldalra. Kovács Gergő. Na nézzük, Kovács Gergő ellő, ilyen. Nem, Kereszteshez játszik ki. Most egészülhet ki a MAFC. Keresztes lóbál, kiteszi Jakabnak. Közelednek a védők, Jakab kapufa! És sajnos kifelé pattan, nem sikerül kihasználni az újabb fort. Nagy kár érte. 37 másodperc, nem lehet innen már igazából elveszíteni ezt a mérkőzést, illetve nem megnyerni. Attól függetlenül, hogy bosszankodhatunk az újabb kimaradt emberelőny miatt. Talán most a második félidő játék az, ami miatt bosszusak lehetünk. Rossz a bejátszás, meg is van. Keresztes, hozzááll, 13 másodperc. Jól van, fiúk, végül is csak a 3 pont számít, és ez a mérkőzés már megvan. Takács János nem is nagyon törekszik, de azért meg ellövi. Nem is volt ezen a rossz próbálkozás. Nem is volt rossz, mint ahogy összességében a mérkőzés sem. Úgy gondolom, hogy egy izgalmas, jó összecsapást láthattunk. Egy első félidőben remekül teljesítő Egerrel, a második félidőben pedig egy kitűnően küzdő, az utolsó percig fel nem adó MAFC-szal. Azonban a 3 pontnak mi örülhetünk, azaz az EKF Egerfood Imola együttese. 9-7 a végeredmény, hamarosan folytatjuk, de már a medence térből egészen pontosan Tóth Péterrel, aki értékeli nekünk az összecsapást. EKF Egerfood Imola MAFC 9-7. Szerintem most az a legfontosabb, ugye, hogy nyertünk ismét, és hát ezelőtt bölött Tóth Péter áll itt már velem szemben a mérkőzés után. Gratulálok, Peti, a győzelemhez. Én a mérkőzés után azt mondtam, mikor vége lett a mérkőzésnek, hogy az első félidőben egy igazán jó játszó Egert láthatunk, a második félidőben pedig egy remekül küzdő MAFC-ot. Te hogy látod itt a lefújást követően? Köszönjük a gratulációt, én is hasonlóan látom. Igazából az első két negyedben elkaptuk a fonalat, és tudtunk vezetni 3-4 góllal végig. Aztán a harmadik, negyedik negyedben a MAFC nagyon felszívta magát, és kellemetlen ellenfélként küzdött, de úgy érzem, az én csapatom is jól védekezett, és küzdeni tudásból kitűnőre vizsgáztunk, hiszen jól védekeztünk, visszasegítettünk. Igaz, hogy kihagytuk a helyzeteket elől, de küzdeni tudásban még egyszer mondom, hogy jelesre vizsgáztunk a harmadik, negyedik negyedben is. 4 gólos előnynél kicsit feszegettem azt a témát, hogy a mérkőzés elején, amikor beszéltünk, akkor feszültséget láttam a szemeden és az arcon, és megvallom őszintén, akkor azt mondtam, hogy nem értem, hogy miért volt ez. A végére utána bevallottam, hogy valószínű ez lehetett az oka, hogy a MAFC-ot tényleg egy pillanatra nem lehetett leírni, és hát vérszemet is kaptak. Szerencsére azonban a fordulópontok nem tudtak fölén kerekedni, így megtarthattuk ezt a 2 gólos előnyt.
Mit gondolsz, hogy ez a két gól a realitás a két csapat között, vagy lehetett volna az a négy is, hogyha nem ilyen második fél időnk van? Úgy gondolom, reálisan olyan 3-4 gólal talán jobb csapat vagyunk, mint az a MAFC. De hát minden mérkőzés más, és az, hogy egy kis feszültséget láttál a mérkőzés előtt rajtam, az ennek tudható be, hogy a MAFC-nak nagyon jó eredményei voltak. Döntetlent játszott a Ibüllel a fővárosban, illetve nagyon megszórta a Békés Csabát, nagyon megszórta a Bánkit. Tehát ez mind jel arra, hogy sok gólt tudnak lőni gyengébb csapatoknak, illetve hát kiki meccset tudnak játszani egy Ibüllel, akit azért ismerve, hogy egy jó csapat. A MAFC-ot ismerjük olyan értelemben, hogy tavaly is egy csoportban voltunk, ugyanígy mind a kétszer megvertük őket 3-4 góllal. Tudtuk, hogy milyen csapat, tudtuk, hogy vannak brusztos játékosai, sok centerre játszanak, szélekről beúsznak, emberelőnyöket viszonylag jól lövik. Úgyhogy egy kicsit tartottunk a mérkőzéstől. Voltak gondjaink a héten, betegségek, sérülések. Úgy gondolom, a Vicián, ha itt van, akkor talán egy kicsit simább a mérkőzés. Ő bordasérülése szenved, úgyhogy nem szabad semmelyik ellenfelet lenéznünk, és akkor ilyen eredményeket tudunk elérni. Itt a találkozó folyamán már a kedves nézőknek elárultam, hogy itt az alapszakasz feléhez érkeztünk. Tehát 5 fordulón vagyunk túl, 100%-os mérleggel. Ugye most kezdődik minden előről. Ugye azt áruljuk el, hogy eddig az 5 lejátszott meccsből 4 hazai környezetben történt, egy pedig idegenben, Cegléden. Nehezebb sorozat jön most vélhetően, ugye? Igen, bár azt kell mondjam, hogy a ellenfeleket most már ismerjük. Tudjuk azt, hogy a Bánki, illetve a Békés Csaba nem képvisel olyan erőt, ami esetleg problémát okozhatna számunkra. Tehát most 2 olyan mérkőzéssel, amit ha be tudunk húzni, akkor 7 győztes mérkőzéssel, 21 ponttal úgy gondolom, a felsőházban vagyunk. Akkor ehhez sok sikert kívánok, és gratulálok még egyszer a győzelemhez, jövő hétre pedig hajrá egy nagy kalappal. A kedves nézőktől pedig az a köszönnék el itt a mérkőzés végén, hogy tartsanak velünk legközelebb is, és az EKF Sport című heti magazin műsorunkban is találkozhatunk hamarosan a vízilabdásokkal, ugyanis a kiváló eredmények arra sarkalnak minket, hogy ismételten hívjuk meg őket a műsorunkban. Tehát addig köszönöm a figyelmet, minden jót, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! We'll be right back.